Kedves testvérek, és mindenek előtt röviden bemutatkozom, hát talán nem annyira röviden, de azért nem szeretném nagyon elhúzni. Engem Cárán Bálintnak hívnak, 28 éves vagyok, és hatan vagyunk testvérek, Budapestről származom, és hát egy kicsit röviden a családomról is kell beszélnem, mert az se természetes, hogy így alakult, ugyanis édesapám ő székelyföldi, édesanyám zalai, Budapesten találkoztak, és édesapámnak volt vallásos nevelése, katolikus nevelése, de nem nagyon gyakorolta, édesanyám meg mondjuk, hogy inkább ateista volt, és akkor közben jöttem én, akkor kicsit bekavartam mondjuk, viszont az édesapám neveltetése miatt végül is megházasodtak, viszont nem éltek keresztény életet, tehát nem volt kapcsolatuk az Istennel, személyes kapcsolatuk, és az az ő elmondásuk alapján ez nem jó irányba ment, tehát nem lennének együtt, hogyha nem találkoztak volna az Istennel. Ugyanis amikor 5 éves voltam, volt egy autóbalesetünk, aminek hatására mondjuk felmerült a kérdés, hogy miért élünk, meddig élünk, mit lehet csinálni, és így egy katekézis sorozaton keresztül visszakerültek, vagy bekerültek az egyházba. Én is ebben ilyen közösségbe járok, a neokatekumenális út közösségeibe. Egy mondatban csak annyi, hogy ez egy ilyen egy bevezetés a felnőtt keresztény hitbe, nem csak kereszteletleneknek, hanem megkeresztelteknek is, aki el akarja mélyíteni a hitét, és én egy ilyen közösségbe járok Budapesten. És hát nagyon sokat is jelent nekem, ugyanis én egy jó gyerek voltam, mondjuk így. Hát otthon nem annyira, de amit láttak az iskolában, hogy jó gyerek voltam, jól tanultam, sportoltam, mondjuk, hogy rendes voltam, jól nevelt, és el is hittem magamról. Ugyanakkor volt egy törés bennem, hogy gimnázium közepén első csalódás, ugye első barátom szakított velem, és akkor kezdtem lefelé menni. Akkor nem tanultam, nem csináltam semmit, csak bulizgattam, de ott kezdett nagyon megfogalmazódni bennem, hogy minek ez az egész. Tehát csinálom a dolgomat, küzdök, de minek? És akkor volt egy nagyon komoly esemény, az érettségi után édesapám majdnem meghalt, akkor a hat testvéreink, tehát hat vagyunk ugye testvérek, a legkisebb testvérem fél éves volt, és elég nehéz időszak volt. Hát egyfelől látni az édesapámat a kórházban, úgy tűnt, hogy meg fog halni, szenvedett, műtétek. Ott volt a kishúgom, három kis testvérem, a kishúgom, aki fél éves volt, és akkor nyilván ott volt a kérdés, hogy mi lesz vele, mert édesanyám édesapámnak dolgozik, tehát ugye, ha ő meghal, akkor anyagilag is ez komoly probléma. Nyilván nem ez zavart a legjobban, de tele voltam kérdéssel, és nem szívesen ismerem be, de a legjobban az zavart, hogy én szenvedtem. Mert nekem megvoltak a terveim, felvettek az orvosira, amit kicsit csodaként éltem meg Pécsre, de ott volt ez a helyzet. Felvettek, megvoltak az elképzeléseim, hogy merre akarok menni. Ugye utólag látom, hogy szerettem volna a karriert, szerettem volna a családot, minden úgy történjen, ahogy én akarom. De ott volt az édesapám az intenzíven, és akkor elgondolkodtam, hogy jó, megvannak az én terveim, és az meg fog valósulni, vagy nem? Ki tudja. Illetve nagyon tapasztaltam magamban az ürességet, hogy amikor alapvetően elértem mindig azt, amit akartam, de soha nem tett boldoggá. Még az sem, mert ugye keresztény családban nőttem fel, ami egy nagy ajándék, és sok mindenben látom, de láttam, hogy amikor ilyen felszínes kapcsolatom volt az Istennel, az önmagában nem segített. Volt ez az üresség, hogy meg fogok halni, van szenvedés, miért? És nem értettem, hogy mi lesz velem. Ráadásul, ugye édesanyám mindig ment a kórházba. Azért beszélek annyit erről, mert ez egy nagyon alapvető tapasztalat az életemben, nagyon erős. A hivatásomat is részben ennek köszönhetem. Ugyanis ugye édesanyámat én sokszor vittem, hoztam a kórházból, illetve ő inkább bent volt, vittem a húgomat, hazavittem. És a nagyobb testvéreim, hát igazából szétesett a család mondjuk. Tehát nagyon egyedül éreztem magam, a barátaim nem tudtak ebbe segíteni, nem is nagyon értették a helyzetet, hívtak ide-oda, de mondtam, hogy nem tudok menni. A barátnőmmel hasonló volt a helyzet, és ott voltam egyedül,
és hát volt egy katolikus neveltetésem, tudtam, hogy egy Isten van, három személyben, az Isten szeret engem, csak nagyon felmerült bennem, hogy tényleg, akkor miért történik ez? Miért haldoklik az apám? Milyen szeretet ez? És nagyon lázadtam az Isten ellen. És érdekes, hogy azért imádkoztuk, ugye édesanyámmal és meg a családdal a rózsafűzért, meg imádkoztunk, de inkább volt egy lázadás bennem, és ebben a helyzetben kaptam egy olyan békét, amit se előtte, se utána. Nagyon furcsa, irracionális tapasztalat volt, mert a lehető legborzalmasabb időszakom volt az életemben, és ott volt egy olyan béke bennem, ezt nehéz is elmondani, hogy nem kívántam mást. Láttam, hogy az Isten elég. Ha az édesapám meghal, az az Isten akarata, és az a számunkra jó. Ha túléli, és egyébként túlélte, nem is tudjuk pontosan hogyan, de a lényeg, hogy túlélte, és hogy ez is az Isten ajándéka, de hogy amit az Isten ad, az elég, és hogy csak az Isten tud betölteni engem. Ezt nagyon tapasztaltam, mert kerestem mindenhol a karrierben, az elismerésben, a saját erőmben, a kapcsolataimban az elismerést, a boldogságot, és nem találtam. És egy ilyen helyzetben az Isten megadta. Akkor ezek után egy évig ez tartott, ez a Menjek szemináriumban, ne menjek. Három lelki gyakorlaton is, illetve egy zarándoklaton mondjuk kifejeztem ezt a katekéták felé, hogy látom, hogy az Isten hív, de inkább nem akartam menni. Volt közben két barátnőm is, tehát nagyon próbáltam elmenekülni. És akkor végül egy lelki gyakorlaton Olaszországban elkezdtem az egyetemet, de két hét után volt ez a lelki gyakorlat. És ott, és nem megyek bele a részletekbe, de az Isten nagyon konkrét volt. És nagyon láttam, pont amit most elmondtam, hogy az én terveim nem fognak boldoggá tenni. Hogy most az egyszer legalább, vagy először komolyan ne azt nézem, hogy én mit akarok, és kérjem az Istent, hogy ő abban segítsen, hanem azt nézem meg, hogy az Isten mit akar. És hát láttam, hogy a szemináriumba hívott, elég nagy harcokkal mentem be, és nálunk úgy van, hogy van két, legalább két év missziós időszaka a képzésben. És így én több helyen voltam Koszovóban, Albániában, Kenyában, és végül Budapesten és Miskolcon is, tehát szanaszét. És pont azt tapasztaltam, elég volt egy ilyen krízis, mondjuk egy válságos időszakom előtte, és elküldenek ilyen messze, hát nem tűnik túl logikusnak. De azt láttam, hogy az Isten ott várt rám, és egyfelől használt az evangelizációban, de hogy az Isten vezet engem, és ahova küld, ott találkozni akar velem. És ezt látom, hát kicsit ilyen szempontból csodaként is érem meg, hogy ugye most júniusban felszenteltek diakónussá, mikor még bejöttem, nem tudtam elképzelni, de látom, hogy az Isten vezeti az életemet, és nem arra hív, hogy én tökéletes legyek, én szeretnék az lenni, de az igazság az, hogy nem vagyok, de hogy nem arra hív, hogy tökéletes legyek a saját erőmből, hogy nem tudom, milyen aranyos legyek, vagy szuper tanuló, hanem arra, hogy kövessem őt.